Köszöntöm körünkben Ferenc Csabát, az előadásnak a zeneszerzőjét és szerkesztőjét, valamint Fekete Vince költőt, akinek ugye hosszú verse hangzik el részletekben a darabban. Csabához fordulnék először. Az teljesen természetes, hogy ha versszínházban gondolkodik valaki, akkor eszébe jut Szilágyi Domokos neve. Hogy kapcsoltátok hozzá, mikor jött az ötlet, hogy Fekete Vincének a 10.000 éj című verse is bekerüljön a produkcióba? Egyáltalán lehet, hogy az volt meg előbb, nem tudom, és csak Szilágyi Domokost kerestetek hozzá, hiszen Vincének a verse, a 10.000 éj, az többek között egy Szilágyi Domokos mottót is tartalmaz. Jó estét kívánok én is, szeretettel köszöntök mindenkit. Hát az úgy történt, hogy én otthon szabadidőmben zenével, illetve zeneírással is foglalkozom, és hát a kezembe került Vincének a Védett Vidékek című kötete, azt 2010-ben adtad ki, és hát ez a 10.000 éj, ez megfogott, és nem 10.000 éjet töltöttem vele, sokkal kevesebbet, de megszülettek a dalok. Tulajdonképpen 16 versből, azt hiszem, vagy részletből áll egész pontosan a ciklus, és születtek a dalok rá, és éreztem, hogy ez azért többet megérdemel, mint egy szobába otthon a családnak elénekelni ezeket a dalokat. És akkor kerestem meg Kolcsár Jocót, ugye mi mindannyian Jocónak hívjuk, azt hiszem, hogy ebben a körben mondhatom így. Megkerestem, hogy mi lenne, hogyha ebből csinálnánk egy előadást. És akkor leültünk, közösen elénekeltem neki a nótákat, még az apósánál kinn a kertben egy pohár bor mellett, és azt mondta, hogy rendben van. Rendben van, csináljuk ezt meg, de akkor dolgozzunk rajta, és akkor elkezdődött egy alkotói folyamat, mind a szöveg szerkesztés összeállításában, mind a zenei szempontból, akkor a dalokat nyilván a zenekar is bejött, jöttek a zenészek, és mondták, hogy akkor ezt teljesen másképp csináljuk, nem így. Szóval viszonylag sok idő telt el, amíg ez összeállt, de az az érdekes ebben, nekem legalábbis leginkább az az érési folyamat, az az alkotói folyamat, amiben bekapcsolódtak mindannyian, az volt az egyik legszebb a dologban. Aztán amikor elkezdett érni az előadás, akkor még inkább látszott, hogy ennek értelme volt belefogni. Egy kis kritika szösztenetet hadd mondjak most itt az előadás után, csak azért, mert rímel arra, amit mondtál, hogy az érlelődési folyamatot élveztétek igazán, hogy én olyan érzésem volt, mintha itt a színpadon születne meg az egész előadás. Amit én jónak gondolok, tehát ezt most nem... Nyilván nagyon tudatosan meg van szerkesztve, azt hiszem, hogy zenei improvizáció se fér bele nagyon. A szólók tekintetében igen. Szólók tekintetében igen, és akkor mindig újat találunk benne, újat hallunk benne, és az nagyon jó. Tehát én nem vagyok színházi ember a szó legközvetlenebb értelmében, aki minden nap, mint a színészek a deszkákon áll, és nekem óriási dolog az, hogy nem ugyanazt kezdjük előről is. Kezdődik újra. Tehát nagyon nagy dolog, hogy van egy változatosság. Van egy, ugyanazt a mondat, az nem ugyanúgy hangzik el, vagy ugyanaz a szóló nem. Ugyanúgy hangzik el a mondat, de a hangsúlyok azok nagyon finoman, az árnyalatok nagyon finoman változnak. Helytől függően. Egyébként ez kamara előadás alapvetően, tehát sőt a Kézdivásárhelyi Színházban, hiszen ott született ez a produkció, ugye nem a színpad és a nézőtér, hanem a színpad és a színpadra tett nézőtér, az amfiteátrumszerű, sokkal bensőségesebb, sokkal, hát hogy úgy mondjam, közelebbi a közönség, ez egy picit ilyen távolabbi hatást gyakorol, de éppen ezek a különböző helyzetek hozzák ki a különböző hangulatokat. Tehát van egy zenekar, ugye a Mácsafej zenekar. Nem foglak megkérdezni, szegény Csabának sokszor el kell mondania, hogy ez egy
mozaik szó, tulajdonképpen a zenekari tagok kezdőbetűjéből, vagy nevéből összerakott szó. Csak úgy viccesen kérdem, hogy nincs titkos megfejtése? Nincs titkos megfejtése. Annyi a titkos megfejtés, hogy azt szoktam viccesen gondolni, hogy ha már nem tudunk egy egész dal szöveget írni, tehát verseket éneklünk, akkor legalább egy szót találjunk ki. Na most Csaba, hogyha ez az ötlet eredendően a Mácsa fejzenekarhoz kapcsolódott, mikor szóltak neked, Vince, hogy volna egy ilyesmi? Hogy érted meg ezt? Mikor tudtad? Hát, úgy tudom, jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Akkor szóltak, amikor már valamennyire a produkció összeállt, már le is írták a sorrendet, hogy körülbelül milyen versek következnek egymás után. Megkeresett egy könyvbemutató volt éppen, úgy emlékszem, Sepsiszentgyörgyön a Teimben, és oda jött Korcsár művész úr, Korcsár Jocó, hogy volna egy ilyen terv, hogy mit szólok, majd elküldi e-mailben a sorrendet, hogy milyen versekre gondoltak, akkor kányádi versek is szerepeltek, még azok között még Létai Lajosnak is, ugye a másik mottója az Létai Lajos mottó, egy erdélyi költőnek a neveit mondom most. És hogy mit szólok ehhez, hát természetesen örültem. Az ember biztos mindig örül, hogyha verseit mondják, éneklik, ez egy jó érzés. Tehát 3 évvel ezelőtt, szinte rögtön azután szóltak nekem, amikor hát ugye embrionális állapotában volt ez az egész terv. És miért döntött úgy a Mácsa fejzenekar, hogy Korcsár József művész urat bevonja ebbe a produkcióba? Hát talán azért elsősorban, mert nagyon jól ismerjük egymást, bár viszonylag más korosztályba tartozunk, de és hát elsősorban nekem, megmondom őszintén, a jellege, a hang jellege, és hát nyilván én hallottam itt verset mondani, és azt gondolom, hogy nem, nyilván nem a Szilágyi Domokos verseket nem szavalni kell, hanem mondani kell. Mint ahogy ugye Kányádi Sándor bácsi mondta, hogy az a vers, amit mondani kell. Nyilván, hogy van ebben vers szavaló jelleg is, de alapvetően egy nagyon megfontolt, és hát megtámasztja tulajdonképpen a zenei anyagot is, ez a, nem csak összeköti, hanem megtámasztja, és úgy próbáltuk az egészet szerkeszteni, egyébként vitatkoztunk meg a folyamatban, küldözgettük, hogy ez akkor ide kerül, ez oda kerül, hogy oda-vissza hassanak a versek, hassanak a zenei szövegre, elsősorban szövegre, de zeneileg is úgy próbáltuk felépíteni. Egyébként, ami különös, hogy a versciklus szerkezetét, tehát folyamatát valójában megtartottuk. Tehát ez nem mindenik vers, vagy vers részlet hangzik el a ciklusból. 11 dal van a produkcióban. De igyekeztünk, hogy az viszont folyamatában éljen, mint ahogy a ciklusnak van egy íve, és ahhoz igazítani azokat a gondolatokat, vagy éppen azokat, ami ezzel felesel, vagy azokkal a gondolatokkal felesel a Vince verséből, a Szilágyi Domokos költészetéből. És nyilván, hogy nem ma kezdtük Szilágyi Domokost olvasni, és hát visszacsengnek azok a napraforgó vagy, ami szóval a lelkünk, az életünk része valójában. Korcsár Józsefet kérdezném, hogy tudtál ennyi kiváló zenészt olyannyira megzabolázni, hogy színpadi produkció is legyen? Jó estét kívánok! Hát én azt hiszem, hogy egymást zaboláztuk. Abba Csabának igaza volt, hogy azért nagy szerencséje van Csabának azzal, hogy a zenekarban igazán jó zenészek is vannak. Gondolok itt a fiatal generációra, akik azért tényleg mondták Csabának, hogy állj meg ma Csabana. Tehát állj meg, hát azért vannak új hullámok, meg új zenei megoldások, és akkor ezért lett ez ilyen. De azt gondolom, hogy egy nagyon jó találkozás
jött létre a Mácsa Fej zenekar, Gábor Szabolcs, a szoprán szaxofonos és jó magam között, mert ő ugye nem volt tagja a zenekarnak. Most már lassan lehet, hogy az lesz, mert hogy már kezdtünk arról beszélni, hogy készítünk egy új vers összeállítást, még azt se tudjuk, hogy pontosan mi, de hogy mindenképp ez a találkozás, nem tudom, hogy ma átjött-e, ez minket nagyon-nagyon összefogott és nagyon megerősített, és akkor már könnyebben lehet a verssel valamit kezdeni, hogyha azt érzed, hogy a legutolsó akkord is már ott van, hogy ő is tudja, hogy mit akar fogni, és hogy az miről szól azon belül, amit éppen játszunk. Mert ugye története ennek az előadásnak úgymond nincs. De én azt gondolom, hogy nem is kell legyen. Ez olyan, minthogyha az ember mondjuk egy óra alatt hány állapoton megy keresztül egy nap, egy akármelyik ember, és tulajdonképpen ez ugyanazt jelenti, csak költészetben. De hogy ugyanazok a hirtelen nagyon lent, hirtelen nagyon fent, és a kételjeink, az örömeink, a vágyaink, a lelkismeretünk, tehát tulajdonképpen nem is kell benne szerintem történetet keresni, hanem érezni kell, és akkor azt hiszem, hogy jó, vagy nem tudom. Hát ahogyan most is, amilyen örömmel és átértséggel beszéltél az előadásról és a versekről, a színpadon is ezt éreztem végig, hogy akik ezt csinálják, azok most nagyon mélyen benne vannak, de ugyanakkor örülnek. Folyamatosan a létrehozás örömének az állapotával láttalak benneteket, és ez talán a legnehezebb, hogy a versszínháznál létrejöjjön. Egyébként a versszínházzal mikor kezdtél foglalkozni, vagy egyáltalán a verssel, vagy színészként elevete az az alkat, vagy aki a versekhez mindig közel álltál? Én hosszú-hosszú ideig csak olvasgattam verseket, de nem mertem mondani, szerintem nem is tudtam, és még azt érzem, hogy most is csak az útnak egy bizonyos szakaszán vagyok. Még most is, hogyha visszahallgatok egy verset, érzem, hogy bizonyos szavakat nem jól ejtek, vannak ilyen apró hibáim, amit legalábbis én érzek. Nagyon-nagyon szerettem mindig is a verseket, de jól mondani szerintem nem tudtam, vagy nem is nagyon próbálkoztam. Tulajdonképpen ez az első olyan eset, hogy megismétlek egy előadáson belül ugye verseket. Tehát még eddig nem azt mondom, hogy nem mondtam verseket, mert mondtam ilyen nemzeti ünnepekkor, meg amikor felkértek, vagy egy templomban, de ennyire tüzetesen nem foglalkoztam még verssel, és hát ez most ilyen. Reméljük, hogy aztán még jobb leszek, és aztán majd Pesten nagyon híres leszek, mondják Kolcsán Jócópa, tehát az nagyon jól mond verset, pedig körtvéfái gyerek Maros megyéből valami, de hogy mindenki tudni fogja. Mert most csak a rokonom, az elsőnok a testvérem, aki itt ül a teremben, ő tudja. Vince, ez a vers, amikor ezt írtad 2010 előtti években, ez nagyon nagy mélységekbe száll le, és nagy mélységekből próbál visszakapaszkodni ennek a versnek a beszélője. Volt egy olyan gyanúm, nem tudom igaz-e, hogy esetleg Borbély Szilárd Hosszú nap el című hosszú verséhez is van köze esetleg, bár nem vettem észre, hogy rájátszana a szöveg. Szóval elárulnál-e nekünk, hogy keletkezett, miért? Hát ez a vers úgy nem úgy keletkezett, hogy egyszerre. Hát azt gondolom. Ez része, apró részekké született ez a vers, és kereste meg a helyét. Az a tizenvalahány rész ennek, az a legvégén raktam össze, és Borbély Szilárdhoz nincsen semmi köze. Ha csak annyi nem, hogy ő egy évvel idősebb volt, mint én vagyok. Ismertem ugyanezt a Hosszú nap el című ő vers, kötetnyi versét, egy versét, hosszú versét.
azt is ismertem, és az ő költészetét is, de azt hiszem, hogy nem hozzá nincsen köze ennek a versnek, hanem ehhez a három emberhez van legnagyobb köze, akiket a mottóba felsoroltam. Szilágyi Domokos, Kányádi Sándor és Létai Lajos. Létai Lajoshoz csak annyi van, amennyi a mottóba szerepel, hogy viszi a, vagy hordja a szél a sunkfu levelét, milyen kevés tízezer évhez. Akkor, mikor az ember rádöbben arra, hogy milyen kevés az a tízezer év, vagy tízezer nappal, amikor megszületi a születéstől számított halálodig számítható nap és év, hogy milyen kevés. Egyébként azt mondja Jucó, tehát ez a három emberhez van köze, a hegyek, fák, füvekhez mindenképpen, ehhez a Szilágyi Domokos vershez. Többször is történik erre utalás, itt is elhangzott ma este, vissza is tértetek, nagyon ügyesen építették fel ez a, az a produkció. Én azt is mondtam nekik, amikor első alkalommal áthívtak és meghallgattam, még a próba folyamatában volt, még olyan állapotban, még azután sokat fejlesztettek rajta. Azt mondtam, hogy azt érzem, hogy ez nagyon profi dolog. Tehát annyira összetaláltatták és összerakták, most derült ki számomra, ugyanezt én éreztem, hogy a, megtartották a versemnek a sorrendjét, és arra, mint a lánc gyöngyre felfűzték a gyöngyszemek, az én gyöngyeim közé felfűzték a Szilágyi Domokos és a Kányádi. Kányádit minimálisan, nem Szilágyi Domokos verseket. És hát nincsen ennek ugyan sztoria, de mégis van, hogyha azt tekintjük sztorinak vagy történetnek, hogy miről szól, arról szól, a végén hangzik el, hogy Szilágyi Domokos verséből idézek, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét. Valami erről szól, ugye, mert az emberi létről szól, erről a harcról szól, a születésről szól, a halálról szól, a végességünkről szól, az életről szól, és erről az örökkőforgásról. Hiába valóság-e az, miért nő a fű, hogyha leszárad, miért szárad le, hogyha újra nő. Tulajdonképpen akár Babits mottót is adhattam volna ide, és a világirodalomnak és a magyar költészetnek, a nagy költészetnek a bárhonnan vehető idézetét mottóként itt felsorolhattam volna, ami létfilozófiával foglalkozik tulajdonképpen. És Vince, a vers az nem védett vidék? Magyarán nem ijesztett meg, hogy el akarják venni a művedet, és csinálnak belőle egy másik művet, és vajon az a tiéde? Inkább úgy kérdezném, hogy mennyire ismertél magadra az előadásokban, vagy inkább fölfedezés volt számodra, hogy ja, még ez is benne van? Csak mielőtt válaszolnál annyit, hogy nem. Vince az előbb azt mesélte, hogy már akkor szóltunk neki, amikor már szinte kész volt. Volt egy, még egy előzménye ennek, hogy én Vincét azt hiszem felhívtam telefonon, és mondtam, hogy Vince, csak egy annyit szeretnék kérdezni, hogy szeretnénk egy picit foglalkozni a 10.000 éj című versciklusoddal, és ott majd valamit akarunk belőle csinálni, még mi sem tudjuk, hogy mi lesz, és lehet-e? Valahogy Vince így válaszolt, hogy áj, Jocó, ha akarjátok, csináljátok. Erre lehet nem emlékszik, csak én. Már hozzászoknál a határsértésekhez és a határátlépésekhez. Hát én nagyon örültem ennek. Az a fontos, hogy én magamra ismerjek, hanem nekem ez a produkció, mint produkcióként tetszik. Évezetten hallgatom, tizenvalahányszor ültem végig, és azt kérdezte éppen most Csaba, hogy itt voltam-e, ben voltam-e, ha testben, lélekben én tényleg örömzene, azt látom a fiúkon, amikor zenélnek, amikor mondják, csinálják, hogy élvezik ők is. Azt hiszem, ennél többet nem lehet hozzátenni. És a versek pedig magukért beszélnek, és én annak is örülök, hogy Szilágyi Domokosnak ilyen, hát nem is tudom, emlékművet állítunk, mert akárornak is tekinthetjük. Nem nagyon ismerik Szilágyi Domokost errefelé. Magyarországon sajnálatos módon azt gondolom én, vagy ismerik, de nem olyan sokan, milyen sokan kellene ismerni. Hát igen, mint amennyire kellene. Hát én is úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb költő volt a 20. század második. 20. század második felének egyik legnagyobb költője, ezt el lehet mondani, és nem tudja megtépázni az ő nimbuszát, semmi nem tudta megtépázni, és nem mondom, hogy mire gondoltam, mindenki azt is gondolja, vagy tudhatja.
akkora kürtű, hogy ugye verset mondani kell, de verset olvasni is kell. És itt ti most azt választottátok, hogy mondjátok, énekelitek, ennél nagyobb küldetése egy versnek, nem is tudom, hogy lehet-e. És van közönsége, azt én tapasztaltam, hogy a diákok hogyan hallgatják, hogyan ülik végig, és hogyan mennek el, hogyan állnak fel, vagy alig tudnak felállni, még bennük zeng még egy kicsit. Épp ezt akartam Csabától megkérdezni, hogy milyen tapasztalataitok vannak, amikor viszitek, merre viszitek, hova lehet vinni, művelődési házak, színházak, iskolák, hol fogadnak benneteket ezzel, és hogy fogadják? Hát ugye alapvetően ez a Kézdivásárhelyi Városi Színház produkciója, ilyen értelemben bérletbe játszottuk, de körülbelül egyharmad arányba otthon, tehát a Kézdivásárhelyi Színházban, és kétharmad arányban a Kárpát-medencében. És talán ami a diákokat illeti, pedig Kézdivásárhelyen is 3 vagy 4 előadásunk volt délelőtt, tehát iskolaidő alatt. 6. Egyébként körülbelül 40-szer játszottuk ezt a produkciót, ami úgy tudom, hogy a Kézdivásárhelyi Színháznál egy csúcs, mert hát kis színház, és nyilván nem akkor a közönség, nem is tudják tájoltatni, vinni. Ezt a produkciót lehet tulajdonképpen azáltal, hogy nyilván a saját hangosítónkat is visszük, aki hangmérnök, aki az egészet végigkísérte. A legérdekesebb talán az volt az a, hát egyfajta összművészeti projekt, ha szabad így fogalmaznom, hogy Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központ segítségével kiállítás nyílt in memoriam Szilágyi Domokos, Plugós Sándor és mostani kortárs fiatal művészek alkotása egy két különböző teremben, és abban a közegben játszottuk el, kizárólag középiskolásoknak, természetesen nyitott volt, tehát bejöhetett bárki 10 alkalommal, tehát tulajdonképpen a Sepsiszentgyörgyi kb. 1200 magyar középiskolás diák fele látta ezt az előadást. És nem csak úgy látta, hanem abban a közegben, tehát amikor ott az öregek könyve illusztrációi, illetve rajzai, Plugó rajzok, illetve a modern művészek reflexiói közepette, el is beszélgettünk velük. Csaba, ne haragudj, csak közbevágok, csak eszembe jut egy kritika az egyik előadásotokról, amelyben azt írja a kritikus, hogy a egy órán belül az 50 percig gyakorlatilag úgy érezte, hogy a föld mélyén van, tehát nagyon mélyen, és a végén valamennyire kiemel az előadás minket ebből a mélységből. Hogy bírták a mai diákok ezt a valóban letaglózó mélységet, amiről itt szó van, minden szempontból? Érdekes módon természetesen volt, aki a mobiltelefonját vagy okostelefonját bámulta, volt olyan is, aki elment. Tehát, de a többség, tehát az elsöprő többség ott maradt, sőt a szünet után, mert egy kis szünetet tartottunk, kis oxigén szünetet, meg cigaretta szünetet. Visszajöttek, és amikor elkezdtünk beszélgetni, hogy na akkor mit értettetek belőle? Milyen jó, hogy semmit nem értettetek belőle, mert akkor tudunk beszélgetni, mert azt szeretnénk, hogy megnyíljatok. Hogy megnyíljatok, és ezáltal a befogadás folyamatát, ha úgy tetszik, abban a folyamatban valamilyen formában megtaláljátok önmagatokat. Tulajdonképpen erről szólt ez az úgynevezett beszélgetés, vagy rendhagyó irodalom óra, vagy bárminek lehet nevezni. Meg hát nyilván azzal kezdtük, hogy gyerekek, az irodalom az nem tantárgy. Felejtsétek el, azt az iskolába kell hagyni, kár, hogy az iskolában is ezt mondják. Az irodalom az művészet, ahhoz nyitott kell lenni, ez a legfontosabb, és az a legfontosabb, amit én megértek, megérzek belőle. A többi mind csak salang. Ami pedig a mélységet, tehát a súlyos gondolatokat illeti, hát ennek az előadásnak azért ilyen a vége, amilyen,
mert hogy az elején ez a nóta egy kicsivel borongósabb állapotban volt, és akkor a fiúk, a zenészek azt mondta, ne haragudjatok, hát erről kijönnek az előadásról, és felvágják az elejéket, hát nem lehet ezt. Ezt nem lehet. Nagyon illett az egész iróniájához, ahogy főleg a Szilágyi Domokos verseket iróniával megfogtad a végén, ez is kapott egy ironikus stíjjegyet picit, igen. Hogy most felszabadítunk benneteket, vagy igen, vagy nem. Vagy igen, vagy nem. Vagy nem. Úgyhogy ez így vált, és ilyen értelemben ők is láttuk, hogy felszabadulnak. Tehát, mert hogy ez egyébként egy elég kis teremben volt, a Lábasházban, a Sepsiszent Györgyön, egy régi ugye, patinás épület, és ott voltak előttünk, és tudtunk teljes mértékben kommunikálni, közben is, és láttuk nyilván, hogy nagyon nehezen, ráadásul nem minden diák, sőt, azt hiszem, hogy nagyon kevesen tudták, hogy mire jönnek el. Mert sajnos, csak zárójelben mondom, hogy az irodalomtanárok nem mind nézték meg ezt az előadást, mondjuk. De a kritikákat, a mások kritikáját hadd hagyjuk most félbe. A lényeg az, hogy nagyon nyitottak voltak, és reméljük, hogy elértük azt. Itt az előbb éppen kérdeztem viccét, hogy mondtam el neki, hogy egy diák az egyik előadás végén, a beszélgetés végén odajött, és azt kérdezte, hogy hol lehet Fekete Vince kötetet találni. Hát ennél többet szerintem az előadás ne is érjen ennél többet. Ez végszónak is jó. Fekete Vince kötetet Budapesten is lehet jócskán venni. Írókboltjába el kell menni, a legutóbbi talán a Vakvisszhang, de azt azóta jelent meg újabb köteted is, az volt a válogatott kötet, ami ugye tavaly az év legjobb könyvedíjat elnyerte. Én nálam ez a mai produkció az év legjobb verszínházi produkció díját elnyerte. Nagyon szépen köszönjük nektek a szép estét és a közönséget. Pedig azzal bocsájtom haza és el, hogy december 14-én Arany János esttel várjuk Önöket vissza. Köszönjük szépen a figyelmet!